Egy kis település fejlődéséhez szükség van minden forrásra. Így sikerült rálelni a világhálón arra a pályázatra, amely megteremtette számukra a beruházás finanszírozásának lehetőségét, mondta Müller János kurd polgármestere. A kurdiak már tavaly is megpróbálták elnyerni a támogatást, akkor ez nem sikerült. Az Európai Bizottság tulajdonképpen minden Európában levő település számára nyitottá tette ezt a lehetőséget. Azt szeretnék elérni ezzel, hogy mind az uniós állampolgároknak és tehát az itt élő nyilván a közösségeknek elérhető legyen a nyílt internet. Kurdon a középületeket és a közterületeket látják majd el nyílt internet kapcsolattal. A Kaposmenti kis település mellett Bátaszék is elnyerte a 15 ezer eurós pályázatot. Bozsolik Robert polgármester azt mondta, számukra fontos volt, hogy minél több helyszínen lehessen hozzájutni az internet szolgáltatáshoz. Így az elkövetkező időszakban az orvosi rendelőink, az egészségházunk, a számvevőségi épületünk, a tájházunk, a sportcsarnokunk ellátása kell olyan eszközökkel, hogy ott ingyenesen lehessen majd a szolgáltatást igénybe venni, és emellett több közterületünkre is kiterjesszük majd az ingyenes wifi szolgáltatást. A rendezvényekhez kapcsolódó terek, Viasztér, Szent Háromság tér, Hősök tere, a Babics játszótér, illetve a buszmegálló környéke, illetve még egy helyszín az Árpád utca, hiszen ott a Népcsoportok utcafesztiválját szoktuk megtartani. A kiépítés melletti egyéb költségeket a város költségvetéséből állni fogja, jelentette ki Bátaszék polgármestere.